békesség Atyától, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Gyerekek, számotokra emlékezetes nap lesz ez. Én amikor 5 éves koromban a Ruházka templomban Fehérváron első áldozó voltam, ott a templomnak a kövezetén nagy nézet alapú lapokkal van bukkolva. A mai napig tudom, hogy melyikbe kellett nekem állni, és mindig, amikor arra megyek, meg is nézem ezt a kockát. Nem szabad megelégedni azzal, hogy csak ilyen emlék legyen az első áldozás. Ilyenkor, ahogy a magyar nyelv szép kifejezése mondja, kenyeres hajtások leszünk egymással, és egy kenyérből eszünk a Krisztus oltáráról. Ez megerősíti bennünk azt a tudatot, hogy úgy kell élnem, hogy a másik is gazdagodjon az én életem által. Nem akkor leszünk boldogok, hogyha szeretnek bennünket, hanem akkor, ha én szerethetek mást, az boldoggá teszi az ember életét. És Jézus ezt akarja. Ezért fordít oda a másik ember felé, ezért ad különböző segítségeket, hogy így az örömünk az teljes legyen, boldog emberek legyünk. Tegnap tisztában tettük a lelkünket, most nem csak fehér maga rajtunk, hanem a lelkünk is fehér. Köszönjük meg a Jóistennek azt, hogy megadta ezt a lehetőséget, az újrakezdésnek a lehetőségét. Most a Szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a gyarlóságainkat, a gyöngességeinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, tartsunk nekünk irgalmasságot! Irgalmazza nekünk a mindenhatóságot, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be lényeit szívét és jelenettel, amelyel egykor elindította az evangélium hirdetését. Mindjárt Jézus Krisztus a te fiad Ádámnak, akivel él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat elöntötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették. Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Judeának, Kappadókiának, Pontusnak, Ázsiának, Frígiának és Pamfiliának lakói, Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit. Ez az Isten igéje. A test ugyan egy, de sok tagja van.
A testnek ez a sok tagja, mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk keresztségünk által, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a lélek töltött el. Ez az Isten. Származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva vártatok. Még sok mondani valóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek, hanem amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az atyáé, az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi. Első áldozás, az első alkalom, az ember életében, amikor ő maga a nyilvánosság előtt megvallja a hitét. Ez a hitvallás, ez két arcú. Van egy negatív oldala, meg van egy pozitív oldala. A negatív oldala az, amikor a rossznak, a bűnnek ellentmondok, a pozitív oldala pedig az, amikor a krisztusi tanítást megvallom, hogy elfogadom. Most ti is megteszitek ezt,
kérlek, első áldozók, hogy ti álljatok föl, és válaszoljatok majd az egyház kérdéseire. Ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljetek? Ellene mondotok-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn sohasem uralkodjék rajtatok? Ellene mondotok-e a sátánnak, aki a bűn szerzője és fejedelme? Hisztek-e a mindenható Atya Istenben, mennek, földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de föltámadt a halálból és dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, egyetemes Anyaszentegyházunkban, szentek közösségében, bűnök bocsánatában és a test föltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, amit boldogan vallunk Jézus Krisztusban. Most pedig, kedves testvéreim, mindnyájan álljunk föl és közös imádságunkkal forduljunk mennyei Atyánkhoz. Imádkozzunk, kedves testvéreim, az első áldozó gyerekekkel együtt, és Jézus nevébe terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé. Úrunk Jézus, aki már összör kért gyerekeink szívében, áld meg őket és vezess, ne engedd, hogy elszakadjanak tőled, és vezess minket is, mi egyet legyünk a te szeretetedben. Kérünk, Urunk, mindazokért, akik még nem ismernek téged, segíts őket, hogy eljussanak a veled való találkozásra. Kérünk, Urunk és Istenünk, hallgass meg hívő néped imádságát. Te vagy az igazi jóság forrása, árasz el nagy szeretetettel ezeket a gyerekeknek, a lelkét, akik ma tudatos, élő lélekkel veszik maguk a Szent Testvére, Krisztus a
van a Szentlélek ennek az áldozatnak titokzatos értelmét, és tanítson meg minden igazságra, amint Szent Fiad azt megígérte, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Úr, legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te húsvét szent titkát azzal tetted teljessé, hogy ezen a napon elküldted a szent lelket azoknak, akiket az egyszülött fiaddal való közösség révén gyermekeiddé fogadtál. A Szentlélek pünköskor az egyház születése napján minden népre kiárasztotta az Isten ismeret fényét, és a sok különböző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában egyesítette. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. A nagyvilág örvendezve újon, a mennyei erők a hatalmas angyalokat egy dicsőséget himnuszát zengít, és vég nélkül éneklik. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét emelve, fölajánljuk neked Istenem az élet kenyerét és a üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egyből Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesül. Viseld színed előttünk egy áldott sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg Urunk József testvérünkről, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben
titokzatos módon részesül fiat halálában, részesüljön fiat föltámadásában is. Emlékezzél meg mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörünk, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljon téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő által, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökön örökké. Isten szeretete kiáradta a szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk nagy bizalmat. Mi Atyám, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkba, hogy irgalmakból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön, és szeretetben egyesítsen. Ezért kérünk, ne védkeinket nézzen, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökön örökké. A Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Yeah.
első áldozás, abban a fele, hogy első, az elmúlik. De utána végig kísérheti a ti életeteket. Jézus barátként szegődik hozzánk. Én tegnap a nyomtatás közben is mondtam nektek, hogy ha van neked egy nagyon kedves barátod, és megbeszéled vele azt, hogy holnap itt a suli előtt délután 4 órakor találkoztuk, akkor ahogyan a kisherceg rókája mondta, ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket, és úgy várjuk a mi barátunkat. És ha nem jön el, hát az egy nagyon fájdalmas dolog, csalódó. Jézus minden őt követő emberrel randevút beszélt meg vasárnapi szentmisére. Ne felejtsétek el! Várnak rátok? Számon tartanak benneteket. A kedves szülőkhöz szólni egy pár szó. Minden évben majdnem ugyanezeket a dolgokat mondom el, mert nem tudok mást mondani. Nagyon fontosnak, nagyon lényegesnek tartanám ezeket a dolgokat. Tudják, a televízióban most nagy sikerrel mutatják a Virtuózok sorozatát, ahol csodálatos tehetségű gyermekek vannak. Minden megszületett ember az Isten csodája. Az önök gyermekei is. Nem azért, mert kisfiú vagy kislány, nem azért, mert okos vagy nem okos, nem azért, mert szép vagy nem szép, hanem egyszerűen azért, mert a Jóisten megteremtette őt saját képére és hasonlatosságára. Minden ember egy Isten reklám, Isten transzparens a világban. Az önök gyermekei is. És hogy mi lesz ebből az Isten arcból, az most önökön múlik. Majd később az ő kezükbe kerül teljesen az alakulás és az irányításnak a feladata. Szülőnek lenni csodálatosan szép dolog, de iszonyú nagy felelősség. Elmondom mindig azt, hogy van egy félreértés a kedves szülőkben, hogy az én gyerekem, én etetem, én ruházom, én tanítatom, én adok neki szállást, ennek a gyereknek kötelessége engem szeretni. Frászkarikát. Nem igaz. A szülőnek ki kell érdemelnie, hogy a gyerek büszke legyen rá. Büszke legyen rá, és csillogó szemmel mondja, hogy ez az én anyukám, ez az én apukám. És hogyha ezt nem tudja elmondani, akkor az egy borzalmas nagy fájdalom a gyerek számára. A szülő felelős a gyerekért, de gyerekek, ti is felelősek vagytok az anyuért, apuért. Megfáradtan hazajönnek, jó lenne egy kicsit kifújni magukat. Jó lenne egy kicsit pihenni. De az ölcsemetéig veszekednek, rendetlenkednek, mindent elkövetnek, hogy egy nyugodt pillanata ne lehessen a szülőnek. Felelős vagy, érted. Nektek is már el kell fogadnotok ezt a felelősséget. És majd, amikor nagyobbak lesztek, úgy kell nektek is végezni a munkátokat, a tanulást, hogy a szülő is büszke legyen rá, hogy ő is csillogó szemmel mondja, ez az én kisfiam meg, ez az én kislányom, ne behúzott nyakkal mondják, hát, hogy kérem szépen,
ő is itt van, de hát hagyjuk inkább. Ugye? Tehát ti felelősek vagytok azért, hogy szép, boldog és sikeres élete legyen a szüleiteknek. Mert kaphat az az apuka Nobel-díjat, vagy Széchenyi, vagy Kossuth-díjat. Ha a gyerekébe csalódik, akkor azt mondja, hogy nem sikerült az élete. Bizony felelősek vagyunk. És ezt a felelősséget senkire nem lehet átruházni. Mondtam a Szent Mise elején, hogy az igazi boldogságot úgy tudjuk megszerezni, ha nem engem rajonganak körül, nem engem dicsérnek szembe, hanem akkor vagyok boldog, ha én tudok valakit szeretni. Ez a szeretet az, ami boldoggá tud tenni bennünket. És Jézus erre tanít meg bennünket. Ne felejtsétek el. Gyönyörű dolog, felelősségteljes dolog, szülőnek lenni. Gyönyörű dolog, de felelősségteljes dolog, gyereknek is lenni. Gondolkodjatok egy kicsit el ezen. Járjatok békével. Istenem.